Sziasztok gamerek, én Edith vagyok, remélem mindenkinek jól tölt a napja. Ahogy ígértem, a héten is készültem nektek egy nézői visszajátszással. Mielőtt még belekezdenénk, mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogyha szeretnétek, hogy legyen esélye a visszajátszásatoknak bekerülni a csatornára, akkor mindenképpen csatlakozzatok a Discord szerverre, és ott a VOD OP Replays szobába dobjátok be a visszajátszásatokat, és ki tudja, lehet, hogy a következő videó az a ti körötökről fog szólni, úgyhogy ezt mindenképpen tegyétek meg, linket megtaláljátok a videónak a leírásában. Na de, a mostani visszajátszásunkat F. Zolika 78 játsza a T110 E5-ösbe, ugye Ebi nevezetű pályán, és amíg beérünk a nehézszang döngőbe, addig szeretnék beszélni erről az E5-ösről, hiszen az én szívemben ez a tank nagyon-nagyon jó helyet foglal el, én nagyon szeretem ezt a járgányt. Szerintem az egyik legbalanszoltabb Tier 10-es Heavy tankról beszélünk, hiszen ez a tank is olyan, mint a Super Conqueror, hogy nagyon jól skálázódik a játékos tudásával egyidejűleg, tehát hogyha valaki átlag alatti játékos, akkor átlag alatti teljesítményt fog hozni ezzel a tankkal, viszont ha valaki nagyon jó, akkor borzasztóan jól fog tudni teljesíteni ezzel a tankkal. Nagyon sokat szokták mondani, hogy buffolni kéne, főleg ugye a kupoláját kéne kisebbé tenni, vagy páncélozottabbá tenni. Szerintem nem, szerintem ez egy tök jó tank design, főleg egy nehéz tanknál. Én nem szeretnék még egy Kramwagent a játékba, nem szeretnék még egy Minotaurót a játékba. Szerintem egy nehéz tankra igenis kellenek a gyenge pontok, és a játékosra kell bízni, hogy hogyan oldja meg azt, hogy elrejtse ezt a gyenge pontot. Ugye el lehet rejteni azzal, hogy olyan sarkon nézel ki, ahol még nem látszik a kupolád, vagy lövés után felemeled a lövegeret, és azzal blokkolod az ellenfél lövéseit. Tehát igazából Kell egy úgymond skill, hogy hogyan tudod megoldani azt, hogy a gyengeségét a tanknak eresd, és a jó tulajdonságát pedig ugye ki tud használni. És ugye mozgékonysága az még picivel jobb is, mint a Super Conqueror-é, tehát előbbet tudok érni pozikba, illetve gyorsabban el tudok érni a végjátékba hátul kempelő tankokhoz. A tűzereje meg nemrég lett ugye buffolva, és most már felveszi a versenyt a Super Conqueror-éval, valamikor jobb, valamikor rosszabb. Én úgy érzem, hogy egy picit rosszabb az ágyú, viszont ugye a 340-es hitlőszer az sokszor nagyon jól jön, és ezt majd ebben a replaybe is láthatjátok. Meg is szerezzük az első killünket, de spoilerezni fogok, nem ez lesz az utolsó, amit megszerzünk ebbe a körbe. És nézzétek meg, ugye most itt megpróbáltunk középen játszani és segíteni a várba lévő, vagy itt a templomnál, nem tudom mi az, azt hiszem templomnál lévő tankoknak, ugye, hogy megnyerjük a középső részt, de ugye azt látjuk, hogy az alsó részen pusholnak, és ugye csak egy phase 1-es állott, az olasz térénk az eléggé erőre pusolt, neki nem tudunk segíteni. Én azt gondolom, hogy Zoli itt nagyon jó döntés hoz, és nézzétek meg, mennyire okosan játssza meg ezt a szituációt. Tudja, hogyha ide megjönne a phase 1-es mellé, akkor is valószínűleg jó lenne a szituáció összességében, de azzal, hogy átjön ide a túloldalra és megkockáztatja, hogy bevesz egy lövést, ezáltal ugye beér egy olyan pozícióba, ahol az ellenfél egy keresztűzbe fut bele, hogyha tovább jön előre. Ezáltal teljesen meggátolja azt, hogy ugye bejön ide az ellenfél. Na most ugye egy 9-es nehéz tank van ellene, aki jól láttam stokkágyúval van az Emil 2, illetve egy Chrysler. Hogyha oda ment volna a phase 1 mellé, akkor sem lett volna nagy probléma, és ugye most vissza is pusholunk, de ugye nem tudhatod ilyen szituációk, hogy hány tank jön. Lehet, hogy amúgy megjelenik még 2 vagy 3 tank, akkor viszont van probléma, viszont ebből a pozícióból annyi tankot is meg lehet fogni. Úgyhogy nagyon taktikusan járt el itt Zoli, és nekem nagyon tetszett ez a play, amikor először megnéztem a visszajátszást, és itt is nézzétek meg, nagyon jól tesszük, hogy a 9-es nehéz tankot próbáljuk meg először lefókuszálni, hiszen technikailag ő jelenti ránk a nagyobb veszélyt, ugye következő lövéssel ki is tudjuk venni a játékból, már csak egy egylövéses Chrysler van ellenünk, aminek a kupoláját, illetve a toronytetét is be tudjuk ütni, ugye ezért nagyon jó a hitlőszer, Super Conqueror-nak APC-rével nem tudtuk volna ugye a toronynak a tetejét beütni, maximum a kupolát. Ugye nincs időnk sokat gondolkodni, ilyenkor egyébként meg szarul jött a hitlőszer, mert ugye belelőttük a T-69-nek a lánctalpába, amit meg ugye elnyelt, igen. Ugye nincs idő gondolkodni, mert most már a felső részen támad az ellenfél, tehát egyszer az alsón próbálkozik, újra kell pozícionálni, másra a felsőn próbálkozik, oda kell pozícionálnunk magunkat. És a lövével megszereztük ugye a negyedik killünket, de hogyha körbenéztek, akkor ugye lehet látni,
hogy a Progetto hátulról megflankelt minket, és ki fogja venni ugye a Phase 1-es. Mi lőttünk egyet a T69-be, és itt Zoli nagyon jól realizálja azt, hogy előre fele kell mennie, és meg kell ölni ezt a T69-es, mert őt viszonylag könnyen meg tudja ölni. Ugye nézzetek meg, lerammolja azért, hogy ne tudjon elvenni, ugye le is vette a lánctalpát. Ezáltal olyan pozícióba helyezte magát, hogy a Progetto nem tud neki háttal jönni, hanem szemből kell ugye megtámadni, és ugye egy lövéses a Progetto nem tudja kitárazni Zolit. Ugye ezért nagyon jól csinálta, hogy előre pusholt, visszafordult, és ezáltal ugye mind a kettő tankot meg tudta ölni, és a Progettóval a Progetto killer megszereztük a hatodik fregünket a játékba, és nézzétek meg, hogy megint mennyire jól pozícionál Zoli, hogy elkezdett elindulni a Progetto felé, így ugye az STRV nem tudja lefarmolni. Oké, és kaptunk egy lövést, viszont nézzétek meg, vissza is tudunk adni egy nagyon szép lövést ugye a Phase 1-nek a tornya és a teste között, és ilyenkor is borzasztóan jól jön ugye a hit lőszer, hiszen ugye a Conquerornak az apicél lőszerével csak a kupolát tudnánk előni, és ilyen távolságból azért pontos az ágya a Conquerornak, de nem tudnánk nagyon könnyen belőni. Viszont mivel hítőszerünk van, ezért nem csak a kupolát, hanem a kupola alatti részt is be tudjuk penelni, illetve ami még jobb nekünk, az alváz. Például ez a lövés, mivel el voltunk stunnolva, nem oda ment, ahol céloztuk, hanem az alvázra, és így is át tudtuk ütni a tankot. Mi látja az STRV, hogy neki ez a szituáció nem túl jó, úgyhogy el is menekül, ez mindenképpen egy jó döntés volt a részéről. És ugye látunk balra tőlünk egy UDES 16-ot, sajnos elszállott minket az art, és nem vagyunk benne biztosak, hogy hova lenne érdemes tőni, és ez tetszett egyébként a visszajelzésből, Zoli nagyon türelmes volt a lövéseivel, legalábbis az esetek nagy részében. És megvárja, míg az UDES kimegy a nyílt mezőre, ott meg is öljük, és a hetedik killünket én megszereztük. Ugye a 6 killnél volt a Top Gun, most van a Red Revolters, és nézzük meg, hogy mennyi kill tudunk még összeszedni. Ugye meglátunk egy Scorpion, töltünk is be egy repesztőszert, csak ugye nem látjuk, hogy hol a házsarka, illetve nem akartuk elrontani a lövést, ugye az UDES ágyő belelógott a célpontunkba, így ugye elmisszeltük a tankot, ez egy picit unlucky volt, de ilyen szituációkban nehéz lőni, és ez nekem is sokszor problémát szokott jelenteni. Ugye megpróbálunk előre pusolni, de ugye az STRV, hogy kérdés, hogy végig visszament a bázisra, vagy itt maradt-e, a válasz az, hogy itt maradt. Ugye becélozzuk a kupolát, sikerül is egyszer ellőni, kapunk érte egyet, ugye az STRV előbb tölt menni, és itt egyébként egy picit úgy érzem, hogy Zoli az kapkodni fog. Mert ugye megpróbáljuk előni megint a kupolát az STRV-nek, ez nem sikerül, hogy az STRV megint ki tud jönni, rá tud lőni előbb a kupolánkra, mint ő, vagy mi az ő kupolájára, mivel ugye neki sokkal jobb az ágyi közeltősége, mint nekünk, és itt beveszünk még egy lövést, és megint elkapkodjuk a lövést. Itt úgy éreztem, hogy ha már bevette a lövést Zoli, akkor már nyugodtan felmehetett volna teljesen, annyira lett volna még idő, rálő az albázára egy becélzott lövést, akkor nem kellett volna fölöslegesen HP-t veszítenie, tehát itt egy extra lövést szerintem fölöslegesen vett be az STRV-től. Úgyhogy vissza is tolatunk, és egyébként az enemy artia AP-val lő. Nem sokat látok, mert ugye egy 261-nél szoktam látni, hogy AP-val lőnek, GVS-száznál annyira azért nem, úgyhogy szerencsére le tudtuk pattintani, és nem vesztegetjük el az időt itt az STRV-re, hanem látjuk, hogy a Scorpion G az visszament a fedezékéből a nyílt mező közepére, úgyhogy be is töltöttük rá a repesztőszer, bármilyen ki is ő is egylövéses nekünk, hogy rálövünk, és 160 HP-ra ki tudtuk venni, megvan a 8. kill, és a Zolid realizálja, hogy amúgy ebben a körben most simán lőhetne amúgy akár még többet is, és meg lehetne a Pulse medál, ami ugye 10 killtől egészen 13-ig terjed, utána már csak a Ryzen-nál Heroes medál van, ami 14 és 15 killnél van, az nagyon-nagyon ritka, azt nem sok játékos szerezte meg eddig a játékba, köztük még én sem szereztem meg, azt mindenképpen szeretném. De erről egy másik videóba, Zoli végre följött, és egy becélzott lövést leadott az alvázára, ki tudta venni az STRV-t, ugye itt látjuk, hogy van a bázison egy borszig, de nézzétek meg, arra szerintem Zoli sem számított, hogy nagy ágyús lesz, és 822-t lőtt belénk, így most már ugye nem tud átmenni a következő sziklához, onnan tudná spotolni, mert ugye fél attól, hogy a T-30, illetve az olasz TD pozícióban van, illetve az arti, és el tudják lőni. Tehát itt én sem számítottam volna, én is mentem volna előre, és bevettem volna a borszítól ölvést, mert azt gondolom, hogy kis ágyú van, 4.90-et belém lő, átmegyek a sziklához, kiszpotolom, kilövöm, easy peasy lemon squeezy, de nem ilyen egyszerű az a szituáció, meglepett minket a borszing, és Zoli itt is türelmesen játszik, hiszen szeretné a 10 killt, és megvárja, míg alulról a sárfutúr ugye bemegy, és felszpotolja nekünk, és utána le tudjuk majd farmolni. Ott is van a borszig, ugye kiszájszkrépelünk, így az borszig nem tud minket spotolni.
se nem tudunk egyelőre még rálőni, és Zoli nem tudta szerintem eldönteni, hogy előre akar menni, vagy sem oda a bokorsorba, hogy az Artira nem látunk rá, és nagyon-nagyon gondolkozunk, hogy mi legyen, ki akarjuk lőni az Artit, de kockáztatunk, és sajnos a Pantira kilövi előlünk, úgyhogy azt a kilt már nem tudjuk megszerezni, de viszont jobb pozícióba be tudtunk érni, és most írjuk is a sárnak, hogy proxizza be nekünk a borszigot, hiszen akkor meg tudjuk lőni. Mint hogyha a sziklának a jobb oldaláról nézünk ki, akkor szerintem könnyebben rá tudunk lőni. Ugye a T-30 az megölte a sárfuturunkat, ez már ugye jelezheti azt, hogy hol van a T-30, és egyébként spotolódik is, és mi két gyors lövéssel ki tudjuk lőni a borszigot, ezáltal megszerezzük a Pulse medált, 10 killünk van, be is írja Zoli, hogy yes sir, meg is van, de még amúgy mindig nem fogunk megállni, hiszen az ellenfelé még mindig van 2 tank életben, 7400 sebzésnél járunk, és itt megpróbálunk ugye előre menni, egy picit felgyorsítom itt a szituációt, ameddig Zoli itt előre megy a bázison. Ugye tudjuk, hogy hol van a T-30, hiszen most is spoton van, ugye ott van tőlünk balra, ugye itt jövünk, és innen a bázison ugye meg lehet lőni azt a pozíciót, úgyhogy menjünk is, pont eltűnik ugye spotról. Ugye megpróbálunk a torony oldalába lőni egyet, ez sikerül is. Ugye két lövéses nekünk a T-30 így, a T-30 ugye ide fordul ránk, és nincs hitlőszerünk, úgyhogy nagyon-nagyon kis pixelen tudnánk előni csak a testét, illetve hitlőszer nélkül a torony tetét sem fogjuk tudni belőni. Ugye azt látjuk, hogy így, hogyha így mozgunk előre, akkor benne vagyunk a T-30-nak a spot körébe, és nem fogjuk tudni megflankelni. És érzi Zoli, hogy innen lövöldöző T-30-ra az nem lesz túl jó megoldás, hanem meg kell valahogy kerülni, el kell menni a 8-as, 9-es sorra, és ezt úgy tudja megtenni, hogy egy kicsit kijebb jön, és nézzétek meg, a spotolási kör pont nincsen benne a T-30, tehát ezért mindenképpen érdemes a kis térképen ezeket a kis mutatókat bekapcsolni, hiszen ugye tudjátok, hogy akkor mikor fog titeket felspotolni az ellenfél, és mikor nem. És egy picit amúgy fel fogom gyorsítani a szituációt, itt még ugye gyorsan lövünk egyet a T-30-ra, ami ugye kinézett ránk, így ezáltal egy lövéses lett, és ugye itt már csak a T-30 van hátra, ugye Pantera megy rá, illetve mi is jövünk rá, mind a ketten egy lövésesek vagyunk a T-30-nak, úgyhogy kérdéses, hogy melyikünkre fog kinézni, ugye ide is jövünk a sarokra, és a Panterát valószínűleg kispotolt, a Pantera lő egyet, és a Pantera nem mer kinézni, mivel a T-30 ugye egyből ráfordul, de amíg ráfordult, amúgy simán tudott volna lőni még egyet, de nekünk ez ugye csak szerencse, vagy nem is tudom, lehet, hogy a Pantera meg akarja adni nekünk a 11. killt. Igen, a Pantera itt írja is, hogy go, és akkor odaadja nekünk a killt, és Zoli meg tudta szerezni a 11. Megölt tankját, és 8300 sebzést osztott ki. Itt, amikor beszélek, közben láthatjátok a csata végi eredményeket, és nekem nagyon-nagyon tetszett Zolinak a türelme ebbe a csatába. Főleg a lövéseknél, az esetek nagy részében a pozícionálása nagyon-nagyon tetszett. Az, hogy hogyan, mikor mozgott, tehát amikor a nevéztank dühöngőnél voltunk, érezte, mikor kell a lenti részt támadni, érezte, mikor kell a fenti részt, érezte, hogy amikor két tank támad rá, akkor hogyan érdemes mozogni, és tudom, srácok, ez egy tier 10-es tank volt, tier 8-as matchmakingben, ilyenkor azért elvárt, hogy domináljátok a mérkőzés, de szerintem azért sok tanulnivaló volt ebbe a visszajátszásba, és ez is megmutatja, hogy ha az E5 kap egy ilyen matchmakinget, de nem feltétlenül kell egy ilyen matchmakinget kapnia, akár tier 10-be is ki tud legalább ennyi sebzést osztani, én nem egyszer osztottam már vele ki, és tényleg az E5-ös az a járgány, amivel, hogyha megtanultok jól játszani, akkor azt mondhatjátok már, hogy viszonylag jó játékosok vagytok. Én nagyon-nagyon szépen megköszönöm Zolinak a visszajátszást, gratulálok neked, nagyon-nagyon szép kör volt, és ahogy még egyszer mondom, srácok, hogy szeretnétek, hogy a ti visszajátszásatok is be legyen mutatva a csatornámban, legyen rá esély, akkor mindenképpen csatlakozzatok a Discord szerverhez, dobjátok be a visszajátszásatokat az OP Replays szobába, és akkor van esélyetek bekerülni a következő videóba. Én nagyon szépen megköszönöm nektek a kitartó figyelmet, legyen szép napotok, jó rengétek, és találkozunk vagy a következő videóba, vagy pedig az előadásokon. Sziasztok!